Mikor sírtál utoljára? Tehát, hogy ha kanyarodnom kell, kanyarodnom kell. Jó. De nem kell, jó ez. Jó ez? Megyünk? Cseszett, jó. Na, sziasztok! Raskovics Andris vagyok. Há András, tutorial videó. Speedzone-tól jelentkezünk, sziasztok! Sziasztok, srácok! Nem tudjuk, hogy hányadik adás, leesett ez a popfilter, az baj. Hát lehet. Akkor egy pillanat. Jó, vágunk. Ez mágneses? Rá kell csavarni amúgy. Jó, akkor menjed tovább. Jó. Hát elég furcsa setupba vagyunk itt ma nektek, ugyanis Ábellel éppen Ausztriába tartunk. Hát már ott vagyunk. Igen, ott vagyunk. Megyünk a hegyekbe egy-két napot kirándulni. Harry jelenleg nincs itthon. Spanyolországban van, az mégis publikus, nem? Publikus, szerintem. Yeah. Szerintem is. És úgy döntöttünk, hogy igazából nem akarunk otthon ülni, így a héten mi is ráértünk, úgyhogy úgy voltunk vele, hogy átugrunk ide Osztrákiába. jó Osztrákia! És mivel 7 óra az út, ezért arra gondoltunk, rohadtul unatkozunk, úgyhogy 5 óra után rájöttünk, hogy valami hasznosat is lehet csinálni azért így az autóban. Igen, én előre elnézést szeretnék kérni, ugye most én vezetek jelenleg, vezess te is, csinálj, mint hogyha vezet. De hogy ha egy picit lassabban jár az agyam, akkor az azért van, mert a napszemüveg alatt végig az utat figyelem, tehát én a kamerában nem is nagyon fogok belenézni. Az utat figyelem, és közben egyébként olyan, mint hogyha Barnival beszélgetnék, csak éppenséget fel van véve az egész. Igen, és lehet, hogy azért, hát több mint valószínűleg van háttérzaj, szóval amiatt sorry. De plusz egy adás, plusz egy dolog, amit tudtok hallgatni. És nézni. Egyébként ilyenkor tök jó, hogy kiég a kép, nem? Automatára rakta, ne kell állítani. Jó, csak a képet nem kell, lehet, hogy jobb, hogyha Spotify-on nézitek ezt, vagy hallgatjátok, viszont akkor nem látjátok Tobit, aki itt van egyébként, néha lehet, hogy fel fog bukkanni, és mindjárt leesik a kamera. Igen, én is azt Na, Barni, te írtál össze témát, én vezetek, és közben hallgatlak, meg hát reagálok mindenre. Ha leesik a kamera, akkor fuck this. Na hát azt elmondtuk, hogy hova megyünk, és szerintem kicsit magyarázzuk el azt, hogy hova megyünk, mert hogy Ausztria, meg minden. De képzétek el, srácok. Nagyon random volt. Hogy ezt ezzel úgy tényleg, szerintem ilyen 3 nappal ezelőtt kezdtük el így szervezni az egészet. Azt tudtuk, hogy mindenképpen a hegyekbe akarunk menni. Na most ugye Ausztriába ahhoz, hogy a hegyekbe tudj menni, azért oda kell autózni. Mert azért így szerintem az ilyen igazán szép hegyek. Az az Alpok, az már szinte Olaszország. Igen, ugye Tirol, meg azért úgy bemegyünk a belsejébe a dolgoknak. És mindenképpen olyan úti célt akartunk keresni, ami úgy azért úgy, nem a civilizációtól messze van, de azért fenn van a hegyen. Szóval tényleg ilyen hegyi hüttét akartunk szerválni. Na most, hát van hátul még egy utas, aki kicsit úgy megnehezítette ezt a dolgot. Hát pont az előző adásban volt, vagy most nem tudom, hogy ez mikor fog kimenni, de ugye beszélgettünk arról, hogy egy kutya mindig megnehezíti egy picit az utazást. Na most ebben az esetben az volt a nehézség, hogy ugye olyan szállást kellett találnunk, ami kutyabarát, és én nem értem, találtunk egy tök jó hűtét a hegy tetején, tök jó lett volna, hogy felmegyünk, és akkor fent nyugovóra térünk, és akkor másnap onnan folytatjuk tovább a túrát, és kutyabarát volt a hely, de nem a szoba. És akkor nem értettük, hogy akkor mitől kutyabarát a hely, hogyha maga a szoba nem az, tehát a kutya az ugyanúgy nem tud benne aludni, és akkor igazából most egy picit lejjebb adtunk ebből, mert most ugye az történt, hogy egy végül is kocsival megközelíthető szállásunk van, de ugyanúgy azért azt hiszem ilyen 1500-ös tengerfeletti magasságban. Igen, vagyunk, valahogy így úgy van, hogy felmegyünk a hegy közepéig, ott van egy szállás, és akkor onnan tudunk ilyen úgymond több csillagtúrát, vagy ilyen nem tudom pontosan, hogy nevezik ezt, több desztinációt megnézni. És az tök érdekes volt, én ezt nem is tudtam, hogy ilyen van, miközben a szállásokat néztem, hogy képzeljétek el, hogy úgy adják ki ezeket a hegyi hűtéket, hogy vannak sima szobák. Na most ugye, mivel 2 napra előre foglaltunk, a legtöbb helyen ezek tele voltak. Persze. Viszont ezekben a hűtékben vannak úgymond matrac raktárak, hogyha szóról-szóra akarom átfordítani, ahol hát 15 Hogy van németül? Hogy van németül? Matratzenlager. jó, Matratzenlager. És ugye ezekben a raktárakban 15-20 ember van egy helyen. Sima. Hát jó. Figyelj, még mindig jobb, hogy van tető a fejöd felett,
Vagy, jó, nyilván. És hogy még mindig jobb 20 emberrel aludni, és egyébként egy ilyenekből, tehát ez egy community az egész ilyen hiking, ilyen túrázós, tehát ez kicsit egy olyan, mint egy szubkultúra, tehát hogy elkezdtem én is most a kék túrát idén, hát egy most 28 szakaszból vagy 27 szakaszból egy ilyen 4-5-öt már megcsináltam, a rövidebbeket, meg a Pest közelieket, és így azt érzed, hogy egy picit így bevonz, és tényleg egy ilyen másik kultúrának a része leszel, annak a kultúrának, hogy természetjáró vagy, és hogy amúgy milyen jó dolog lenni, természetjárónak lenni, és így tudod, amikor így ráköszönsz valakire, azt mondod, hogy na, ez is jó fej, mert ez is azért járja a természetet, és pont ez van, hogy igazából egy közösség ez az egész ilyen hiking, és pont ezért nem zavarja általában a hikingolók, mi az a természetjárókat, bocsánat, az, hogy 20 fős szobába kell aludni. Jó, mondjuk, hogyha belegondolsz, ezeket a túrák, szóval aki ott, ahol mi fogunk lakni, ilyen 1500 méteren, odafoglal szállást, ő több mint valószínű, hogy túrázni megy oda. Persze. Szóval valószínű, hogy ugyanaz a célja, mint neked, igen, hogy elmegy a hegyekbe, a túrázik, igen, stb. Szóval kevesebb az esély arra, hogy esetleg egy olyan társasággal összerak, akik felmennek, ha szétrogozzák magukat. Valami. Hát meg ugye ebben az esetben én tökre így elvártnak tartom, hogy kutyabarát legyen egy hely, mert manapság azért már sok podcastben kibeszéltük, hogy szinte a gyerek előtt mindig a kutya jön. És hogyha egy fiatal pár elmegy egy ilyen helyre, egyszerűen én, hogyha most eljöttünk volna, mert mondtam a Barninak, hogy legrosszabb esetben otthon hagyhatjuk a Tobit, mert a barát nem tudna ráfigyelni, de bűntudatom lenne, hogy ilyen helyre megyek. Tudom, hogy imádná a hegyeket, még nem is voltam vele egyébként határon túl. Most lett meg a... Migráns. Most lett meg az útlevelet, tehát hogy így határon túl még nem is voltam kutyával, de egyszerűen itt lennék, és tudom, hogy úristen, ezt imádná a kutyám. És pont ezért elvártnak tartom, vagy elvárnám azt, hogy egy ilyen szállás, ami ilyen helyen van, az kutyabarát legyen, mert a legtöbb ember a kutyájával fog idejönni, akinek van kutyája. És fordított esetben is, hogyha mondjuk neked lenne egy szállásod, de mondjuk látod azt időnként, hogy egy kutya mondjuk megrágja a kanapét, összepisili mondjuk a szőnyeget, nem lehet, hogy akkor azért kicsit átgondolnád, hát, és figyelj, azt mondanád, hogy lehet, hogy a te saját szállásodat nem adnád ki kutyaszállásként? Nagyon sok, most ez átmentünk itt. Ezt most úgy mondom, hogy én nagyon szeretem a kutyákat, szóval, hogy... Átmentünk itt nem csak a szállásokra, hanem akkor az ingatlanokra. Egyébként engem ez rohadtul zavar, hogyha én el akarok, vagy bárki el akar költözni egy másik albérletbe, akkor, és kutyája van, egyszerűen 10%-kal marad az esélyeknek, tehát 90%-kal lecsökken az esélyeid száma, hogy jó ingatlan találjál, mert az összesnél ott van, hogy nem állad. A legtöbbnél ott van, hogy nem kutyabarát, és ezzel az a baj, hogy itt a Tobi soha nem, egy ceruzát szedett szét egész élet alatt, egy ceruzát szedett szét. A szemét. A kis szemét. Semmi kárt nem okozott semmiben. A Nándi most a 2 hónapja, ami nálunk van, több kárt okozott. Szétkapta az autó. Nem, ő egy kosarat szedett szét, egy fonott kosarat, de érted, az se izé, érted, megveszem 3000 forint, az ennyi. Ha. De hogy én nem értem, hogy miért kell ezt ennyire izélni. Én megértem, hogy fél a tulajdonos, de akkor legyen az, hogy irat egy külön szerződésbe egy olyan részt, hogyha bármi kárt okoz a kutya, az engem terhel. És én egy ilyen szerződésben nagyon szívesen belemennék, hogy engem terhel az a része, hogy ha szétszedi a falat, akkor nekem kell a glettelést újra fizetni, a festést újra fizetni, és így belemegyek szívesen egy ilyenbe. Igen, csak ezzel tudod mi a baj, hogy oké, hogy mi nyilván elmondanánk, hogy hé, a kutya volt, kifizetem, de szerintem ezzel nagyon sokan visszaélnének. Vagy azt mondanák, hogy jaj, leesett a vakolat. Jó, hát... De nem, jó, de az a baj, nem tud csak így leesni a vakolat, tehát hogyha vagy mindegy, de hogy szerintem érted a lényeget, értem. És ugyanez ezt. Amúgy egy ilyen szállásnál is, hogyha tényleg egy ilyen túrázó helyen vagyok, akkor szinte manapság azért, mert tényleg a mai világban kutyabarátnak kell lenni a szállásnak, és akkor ez tényleg az is, és akkor még mondtad, hogy ez ilyen értékelése is van, nem? Hogy ilyen 5 mancsból 4 mancsot. Mancs értékelés van Ausztriában, és például ahova most megyünk, az ott ki is volt tök büszkén írva, ami viszont szerintem egy tök jó pont magának a szállásnak, hogy az 5 mancsból, mint tudom én, 3,5-4-et kapott ez, ahova most megyünk. Igen. És az megint egy plusz indok arra, hogyha kutyád van, akkor odafoglalja, ahol még erre is figyelnek. Igen. És azt hiszem egyébként most nem tudom pontosan, hogy van, meg lehet, én keverem ezt, bocsánat, hogy közben a kamerát ennyit állítom, csak nem akarom, hogy lehessen. Lehet, hogy én ezt keverem egy-két dologgal, vagy az elő egy-két szállás, másik szállással. Azt hiszem Tobira plusz 10 eurót kellett fizetni. Ja, vagy általában nem szokott nagy összeg lenni, mert érted, kaját nem kap, ágyat nem használ. Sokszor van az, hogy mi az?
Tehát itt azt kell bevállalnia igazából a szállásadónak, hogy a Tobias szőrös, de kiporszívozni amúgy is de ki kell porszívozni. Hát jó, csak neki kicsit jobban hullik, de hogy kiporszívozni amúgy is ki kell egy ilyen szobát. Persze, persze. Tehát egy igazából így most már annyira nagy különbséget nem. Tényleg, hogyha megvan nevelve a kutya, akkor nem okoz nagy izét. Arra gondoltam, hogy majd lesz, több téma lesz a mai nap folyamán, de ha már itt vagyunk a szállás, az utazásunknál, szerintem mondjuk el azt is, hogy jelenleg mennyire utazunk. Aztán majd rátérünk más anyagi dolgokra is, de szerintem összeszámolva... Okosba csináljuk most. Nagyon okosba csináljuk ezt most. Hoppa, aha. Speedtrack. Trafik, trafipax. Nagy gáz. figyelj, a szállás volt... Az nagyon 35 olcsó. Euró fejenként. Az nagyon olcsó. Amit, hogyha kiszorzol most akár a 410 forinttal is... Az 12.000 valahány száz forint, ja. Nem tudom, 13.000. Hát az fejenként, én nem tudom, hogy utoljára hol szálltam meg ennyiért. Szerintem igen. Az nagyon kevés. Úgy, hogy ebben benne van kettő kaja. Ja. Ami jó, nyilván kérdés, hogy mi lesz, nem egy egy fél panzió van benne. De mondjuk az osztrákokat ismerve, aztán lehet mosszoljuk, szóljuk el ezt az egészet, ami nagyon nagy átverés lesz az egész. Nem baj. De az osztrákokat ismerve, azért az osztrák reggelik, azok a friss császárzsemlék, meg a nem tudom mi, azok biztos, hogy jók lesznek. Az osztrákiai állampolgárok. Jó. Na, írják a kommentet. Nem is osztrákia, srác. Igen, igen. Ne vegyetek komolyan. Ja. Még? Amit még okosra csináltunk. Jó, ezzel lehet vitatkozni, mert ez egy manipulálása a piacnak, de még otthon tankoltunk. Tehát, hogy... óriási manipuláció. Hát de manipuláció, egyszerűen megfékezik a piacot, nem az eredeti áron veszed a dolgokat, és ez vissza fog ütni. Mindegy, ne menjünk ebbe bele. A lényeg, hogy 480-ig tankoltunk még otthon, és valószínűleg amúgy egész most egy Skoda Octaviában ülünk, 5-5 fogyaszt 100-on. Egyszer szerintem még valami minimális tankolnunk kell. Picit így nyomsz bele egy picit, egy pár liter. Egy pár liter, az pont egy liter, 2 euró. 2 euró itt egy mi az üzemanyag ára. Úgyhogy szerintem húzós. Pont így ki fogjuk így centizni, hogy így visszaérjünk, és akkor majd otthon megtankoljuk megint. Tehát ez is egy ilyen okosság, bár mondom kicsit manipulatív, de mindegy. Plusz még azt is kitaláltuk, hogy hát itt nem fogunk se éttermezni, mert nem is tudnánk éttermezni. Semmi szóval közepén max vagyunk. Max az autópályán igen. Tudunk majd, egyébként én rohadt éhes vagyok, úgyhogy... Megállunk egy drágba. Nem, de azt beszéltük, hogy még mielőtt felmegyünk a hegyre, okosba elmegyünk egy élelmiszerboltba, és akkor ott bevásárolunk, mit tudom én, 6 zsemlét, valami kis felvágott a sajtot, valami gyümölcsöt esetleg, és akkor, hogyha bármi van, vagy például, hogyha holnap megyünk túrázni, akkor... A holnapi túrára is kéne ilyen azért csinálni. Egy szendvicset, plusz te még voltál otthon is vásárolni. Igen, én elmentem, vettem nagyon régen egy ilyen, tehát amikor elkezdtem ezt a kék túrát, én úgy gondoltam, hú, milyen jó lesz majd, hogy azért veszek egy ilyen gázfőző, vagy gázbojlert, és akkor ugye ahhoz van egy égőfej, és akkor csinálom majd a kávét fenn, meg azért. Szóval rájöttem, hogy ilyen egynapos ilyen túrákra, most nem feltétlenül kell egy tényleg az, hogy kávékat csináljak, vagy érted, lefőzöm termoszba, az még melegen is tartja egy napig, meg ilyenek, de hogy otthon elmentem most akkor egy ilyen gázpalackért, egy ilyen kis 230 g gáz van benne, 400 ml gáz, az kb. Egy ilyen másfél óráig ég vele az égő, és akkor vettünk ilyen dehidratált kaját, dehidratált rizst, azt hiszem köris csirkével, vagy valami ilyesmivel, amit csak szinte fel kell önteni vízzel. Biztos, hogy nem lesz finom, szerintem biztos szar lesz. Hát vagy pedig azért lesz finom, mert tele lesz ilyen. Tele van, ja. Mű. Ja, de holnap tervezünk egy ilyen hosszabb túrát, és akkor igazából ott, amikor megérkezünk a adott célhoz, akkor szerintem ott bedurrantjuk ezt a gázfőzőt. Tök jó kép. Ja. Ja. Bedurrantjuk a gázfőzőt, azt igazából szerintem csinálunk ott valami kaját, meg kávét is tudunk csinálni, úgyhogy ezt is így okosban. Meg alapból egyébként még többet akartunk spórolni, mert igazából először ugye sátrazni akartunk. Tényleg. Azt néztük, hogy lehet-e sátrazni Ausztriában, hát nem lehet. Elméletileg nem lehet, viszont ugye ez megyékre van lebontva. Te utána nézted utána? Utána néztem, igen, jobban. Megyékre van lebontva. És most akkor... Salzburg megyében leszünk, vagy hol leszünk? Szerintem Tirolban. Tirol? Nem akarok hülyeséget mondani, szerintem igen. Aha. És hát összességben inkább elvetettük. Pont. Fú, de szép. Az a hegy. Hegy van ulatok. A kékes. Mindjárt levidózom nektek. De ugye nagyon ilyen vad kempingezésnek indult az egész, de talán nem, egyébként nem lehet. Lehet nem baj, hogy van egy fedél a fejünk fölött. Szerintem jó, meg
elég esős rá az idő amúgy. Lehet, hogy esni fog, igen. Én nem hoztam esőkabátot, Ábelnél van. Ja. Igazából én azt olvastam, hogy a szabályozás a legtöbb ilyen megyének, akkor az az, hogy ugye vadkempingezni úgy lehet, hogy nem teszel le sátrat, tehát olyat csinálhatsz bizonyos területeken, tehát hogy ilyen fokozottan védett izéken nem lehet ezt se csinálni, de bizonyos területeken lehet olyat csinálni, hogy szimplán egy hálózsákba alszol. Uh-huh. Tehát, hogy fogod magad, lefekszel a földre, vagy akár van egy ilyen polifon valami, uh-huh. és nyílt ég alatt aludhatsz, de azt is csak olyan területeken, amik nem fokozottan meg én védett azt olvastam, hogy akkor csináltad ezt, hogyha megvan az okod rá. Szóval, hogy például rácsötétedik, és elszámoltad magad, szóval tudod valahogy azt igazolni, hogy... Hát, ha már sötétedés, akkor van egy jó osztrák sztorink, Barni. Hát tényleg. Hát egyébként kicsit amiatt jöttünk most is, mert egyszer már voltunk Ábellel mi Ausztriában, és felmásztunk egy, nem tudom már pontosan mi volt a helynek a neve, elkezdtünk egy túrát felmászni a hegyre. Na most, mint kiderült, az a hegy az nem egy ilyen kétórás kis megmászom dolog volt, hanem olyan 4,5. Ja. Szóval felértünk. Az volt fura, hogy már mindenki jött le, mikor mi mentünk. Igen, mindenki szembe jött, és egy kicsit érdekes volt, mert kérdeztük, hogy mennyire van még a tető, mondták, hogy hát még 2 óra, nem jó. És felértünk a hegytetőre, és elkezdett ránk sötétedni, és konkrétan korom sötétben kellett lejönnünk, ami extrém veszélyes. Hát semmit nem láttunk, telefonnal világítottunk. Az nagyon veszélyes lett volna, mert hogyha lemerül a telefon, tényleg korom sötét, semmi fejlámpa, semmi, felkészületlenek voltunk, és nem számítottuk az bele, hogy hé, mert te úgy mondtad, hogy ja, ez a parkoló mellett van valahol. Hogy 1 óra felsétálunk, aztán... De mégis a parkoló mellett volt. 4,5 órára fent a hegyen. Úgyhogy ez azért... Az azért egy érdekes sztori volt, és akkor most egy picit készültebbek vagyunk, meg így, hogy már túrázgatok rendesen, azért jobban értek is valamennyire a dolgokhoz. És akkor igazából... Te összességében egyébként félsz az ilyen... Mondjuk tegyük fel, ott fent maradtunk volna, és tényleg úgy kellett volna... Éjszakázni, hogy egy sátorban. Te nem félsz ilyenkor? Elmondom, hogy miért kérdezem ezt, mert én egyszer régen, 10 évvel ezelőtt talán, poénból felállítottam egy sátrat a kertben. Igen. Bú! Leesett. Az a mentés. És... egy konyaruhával, vagy mi ez? Egy pólóval van, tök stabil. Ne haragudjatok, ez egy picit összeszedetlen igen, adás. Kicsit tákol, de örüljetek, neki van egy adás. Hogy felállítottam egy sátrat a kertben, és esküszöm, ne nézzetek hülyének, ijesztő kinn aludni egyedül a néma csendben, úgyhogy nem látod, hogy... kerítéssel voltál körbevéve. Igen, szóval egy házban azért tudod, hogy jó, be van zárva az ajtó, meg minden, de azért egy sátornál nincs ilyen, szóval a sátornál oda megy valaki, azt késsel átvágja az egészet. Vagy csak szimplán kinyitja a cipzert és befekszik mellé. Hogy én nekem azért, hogyha a kertbe féltem, hogyha a kertben féltem annó, akkor én biztos vagyok benne, hogy én itt is paráztam volna. Figyelj, nekem nem volt nagy ilyen vad sátrazásos élményem. Eleve itthon se lehet amúgy nagyon. Vad kempingezni? Igen. Nem tudom pontosan a szabályozását, nem néztem annyira utána, mert egyelőre még olyan kék túrákat csináltam, amik ugye egynaposak voltak. Uh-huh. De egy élményem van, az akkor, amikor kint aludtunk a semmi közepén. Igen. Tényleg. És én ott a sátrat kaptam például, amikor autóba. Na, de én ott az autóba is féltem. Na, én meg ki voltam a sátorban. Bátor egy gyerek vagyok. Közben a vadriasztók folyamatosan jeleztek, és jött a dörren is, mert ugye vadásztak egész este. Aha. És én attól féltem, hogy basszus, arra jön egy simán átlép engem, vagy rám lép meg de ettől függetlenül annyira nem félek egyébként. Tehát, hogy még mindig inkább egy Alpokba sátrazok, mint Kanadába, ahol a maci is jöhet bármikor. Olvastam, volt, ugye most még nagyon az olasz határhoz megyünk, nem mondok hülyeséget, az előbb olvastam tényleg egy hírt erről, volt, hogy medvét láttak. Az fasza. Úgyhogy azért az a medve, ami ott a olasz határnál van, azért az át tud ide cammogni. Ha persze. De
Be kell tartani egy-két alapizét. Farkas, nem tudom, farkas van-e Ausztriában. Biztos van. Be kell tartani egy-két ilyen alapdolgot, mint például, hogy tényleg a kajádat például mindig máshol tárold, ne a sátorban tárold. Tehát, hogy eleve az kiszagolják az állatok, bármilyen állatról is van szó, valószínűleg előbb a kajádra fog menni, mint rád. Ezért van az, hogy egyébként Kanadában a minden ilyen kemping, ilyen hegytetőn lévő kempingnek van egy olyan külön ilyen távoli része, a kempingnek a távoli része, ahol drótokkal felakasztasz a kajás kosaradat, és felhúzod, mintha egy zászlót felhúznál, felhúzod, igen. És igazából azáltal, hogy a medve nem tud felmászni rá, meg eleve oda megy, hogyha érzi a kaját, akkor oda fog menni, és nem a sátorhoz. És pont ezért minél messzebbre el kell tenni, hát ilyen szabályokat be lehet tartani, de ez nem azt jelenti, hogy nem üthet be bármikor. Nincs olyan kedve a medvének, hogy na, akkor én most megkóstolom. Hát meg lehet azért csak van annyi esze a medvének, hogy látja, hogy lóg fenn a kaja, és tudja, hogy nem tud felmenni. Ja. Azt mondod, hogy lehet megpróbálja, de nem tud felmenni, mert hogyha egy fára felakasztod, ott lehet, hogy még megpróbálja, és felmászik a fára, de egy ilyen vasrúdra nem biztos, hogy fel tud. Gyakran fordul neked elő, hogy, mert én például most kicsit azt érzem, én most nem is vlogolok, igazából fotózni fogok majd, de úgy direkt úgy akartam most ide jönni, hogy így kicsit így, hát így elvonulni. Aha. Otthonról, neked ez többször. Ez csak a sávtartó, ja. Erre ne figyeljetek. Többször van neked ilyen? Mert én most például többször. Nagyon azt érzem, hogy... Egyre többször. Hogy ráadásul most... Nem mondom azt, hogy nem videóztam két hete, mert videóztam, csak nem vágtam meg, nem volt videótok, mindegy, csak hogy így érzem azt, hogy kicsit jól esik az, hogyha ilyen nyugi van, vagy így, nem is tudom így. Egyre többször van nekem is ilyen. Rossz fogalmazás lenne az, hogy békén hagynak, de hogy így... De mégis. Igen, hogy egy ilyen kis kus van. Ja. Hát egyre többször van nekem, én Kanadában nagyon feltöltöttem, most szerintem nem is látnak minket, vagy látnak. De. Kanadában nagyon feltöltöttem, és ott pont megszerettem az ilyen videókat, hogy túrázásról, meg ilyesmi. Tehát azóta is nagyon rendszeresen nézek másoknak túrázós videóit. Ezért én ezt a mostani túrázós, valószínűleg egy túrázós videó fog készülni, én ezt nem tekintem annyira nagy melónak, mint hogyha jaj, nincs ötletem, valamit mégiscsak muszáj csinálni, tehát az engem jobban stresszel, amikor otthon vagyok, és már két hete nem volt videóm, mert most sincs két hete, de most tudom, hogy úgy megyek ide, hogy adott a videó valamennyire, és ez jobban, szívesebben nekiállok emiatt, mert tudom, hogy adott a téma, és tudom, hogy még hogyha nem is nézik meg sokan, mert általában a túrázós videóimat nem szokták sokan megnézni, de akkor is jobb összerakni egy videót, és kevésbé tűnik munkának. Így van. Igen, mert hogy itt adott a téma, szeretem azt, amit csinálok, szeretek túrázni, szeretem visszanézni a videóimat, amikor túrázok. Rendszeresen nézek vissza most régi kanadai videókat, mert egyszerűen jó nosztalgiázni, és pont ezért csinálom szinte egy picit magamért is ezeket a videókat, mert élvezem, nem tudom, hogy így izé. És ez más, mert például otthon a konyhában leforgatott videók, na jól teljesítenek, sokszor azt gyorsan találom ki, gyorsan csinálom meg, hogy legyen valami. Uh-huh. És nem mondom azt, hogy nem élvezem, de az teljesen más annak a videónak nekiállni, mint hogy én most ide szívesen mindent is elhoztam, mert egyszerűen jó videót akarok csinálni, és megvan a motiváció. Elvárhatja egy néző tőlünk, hogy legyen mindenről videó? Szerintem az, hogy elvárják, a fiatalabbak elvárják, mert rendszeresen van olyan, hogy elmegyek valahova, akárcsak mit tudom én, egyik haverhoz Badacsonyra mondjuk, igen. Elmegyek csak így, egy haveri összejött erre, kiteszek egy sztorit Instára, és akkor írnak, hogy remélem lesz majd belőle videó. És így nem lesz belőle videó, ez egy haveri összejött, mi a francot videóznék itt. Most nem tudom, mit mondom. Jó vagy. De ez nem ilyen average speed zone, vagy valami. Lehet. Akkor jó, egy picit gyorsabban. 150. Tehát, hogy... hol voltam? Ja, hogy lesz, szerintem a fiatalabb korosztály elvárja valamennyire, mert ő szeretne mindent is látni, viszont az idősebb korosztály meg már megérti, hogy valószínűleg nem akarunk mindent kiteregetni, és megérti azt, hogy nekünk is kell a pihi, és hogy tök jó, hogy ott vagy, őzé Ausztriában, pihent ki magad, nem baj, hogyha most nincs videó. Szerintem így ez korosztálytól függ amúgy. Én nem... 100%-ban nem tudok ennek igazat adni. Nem mondom, hogy miért, mert én mindig ahhoz hasonlítom ezt az egészet, hogy ha valaki feliratkozik egy csatornára,
Én ezt mindig úgy képzelem el, mint amikor, nem tudom, még van-e ilyen, de régen, amikor mondjuk feliratkozol egy, nem hírlevélre, hanem mondjuk előfizetsz egy újságra. Aha. Oké, ott nyilván ott most fizetsz 1000 forintot, most azt... Bocs. Most azt ne nézzük. Közben leesett a kamera, igen, fizetsz szóval 1000 forintot, azt vágás, nézzük. Vagy, hát nem vágjuk meg. De, akkor vágjunk. Hogy fizetsz 1000 forintot, tegyük fel, de most nézzük el, hogy ez nincsen. És te várod hetente azt az újságot a postaládádban. Aha. És én mindig úgy vagyok vele, hogy akár magammal, hogyha magamat is veszem, hogyha én feliratkozok egy csatornára, feliratkozom egy, és mondom, nem tudom, Casey Neistatre, akkor igenis várom azt, hogy legyen valami. Aha. És például tök szar, hogy fél éve nincs semmi. Aha. És valami, jó, nyilván azért ez most ilyen abszurd példa, hogy most fél évig nincs videó, de hogy tökre jó például olyan, én tökre szeretek olyan embereket követni, akik azért igenis rendszeresen videóznak, vagyis töltenek fel valamit. Aha. És megválogathatja azt, amit feltölt szerintem, ugyanakkor viszont valamennyire van egy kötelezettséged a nézőid felé. Valamennyire van, csak ez megint csak más például, mert ha arról beszélünk, hogy ez a munkánk, akkor például itthon a Google bevételből, most nem tudom, hogy bemehetünk ebbe, de nem tudsz megélni. Azok a után... Hát, vagy megtudsz, de akkor nem tudsz sokáig tartani. Folyamatosan szarnod kell a tartalmakat, igen, és az a minőség rovására megy. Kint megteheted azt, hogy két hetente csinálsz egy videót, vagy havonta egy videót, mert ott a passzív, az tényleg egy passzív jövedelem külföldön. Csak hogy lássatok egy kontrasztot, mondjuk 2 millió megtekintésre kint fizetnek 16-17 ezer dollárt, ami csak a videókból jön. Igen. Itthon 2 millió megtekintésre egy 5000 dollárt. 1500 és 2000 dollár között. Ilyen nevetséges összeg, és ez szimplán azért van, mert ugye a magyar nyelven a reklámnak az ereje az sokkal kisebb, kevesebb, nem ér annyit, mint az angol nyelvű reklám ereje. Tehát, hogyha és ez egyébként így van jól, tehát jól van leosztva, csak picit bosszantó, hogy külföldön sokkal kevesebből el vagy, és nem érzed annyira ezt a stresszt, amit én sokszor érzek. És nem csak a pénz miatt érzem a stressz, hanem tényleg, amit te is mondtál, hogy valamennyire elvárható, hogy legyen tartalma, és legyen új tartalmam. Csak ez tényleg ez egy folyton stressz. Meg hát én ilyenkor mindig azt nézem, tudod, hogy aztán majd kitérünk erre, és nem így írtam össze az adást, de minden totál más sorrendben megyünk, tök mindegy. Hogy azért, amikor csak az AdSense bevételből egy videós megél, és az egy pozitív hátteret biztosít neki, szerintem az kihat a tartalomra is. Igen. Tudod, mert kicsit szabad szájuk vagy. Igen. Ott már kicsit nem számít az, hogyha nem mondjuk valaki nem annyira akar veled együtt dolgozni. És ugye erről is beszéltünk most pont útközben, hogy hogyan lehetne például nekünk ebben a mai PC világban egy picit lazulni, de egyszerűen valahogy egy kicsit én ilyen zsákutcába érzem magunkat, hogy igenis ez a munkánk, igenis ez, mi ebből élünk, és sajnos ott tartunk, hogy van egy-kettő téma, akár egy podcastben is, amiben például mi nem merünk belefogni, nem azért, mert nem értünk hozzá, olyan is nagyon sok van most az utolsó adásban a focis témát, az jót ment. Jó. A fociról nem beszélünk többet. Ja, de arra sose szabad. De hogy van egy-kettő olyan téma, ami egyszerűen azért tök szomorú ez a dolog, azért nem merünk belefogni, mert utána lehet, hogy az nekünk anyagilag egy rohadt nagy visszaütés lenne, és mivel ebből élünk meg, nyilván szeretnénk tök sok mindent videózásra is visszaforgatni, és ez ilyen nagyon ilyen áldum, mert azért nem forgatjuk vissza a 100%-át, meg nem mindent ölünk vissza szerintem. Szóval nem, hát, de senki nincs. De például tök jó lenne, hogy egy-egy utazás például azért tudna megvalósulni, mert hogy pénzünk, azt el tudunk menni. Önmagában. De nem az a baj, hogy nincs pénzünk, hanem a szponzorok által van itthon pénz a YouTube-ból. És hogyha nincsenek szponzorok, például most van egy dead season, a mostani, a nyár közepén, tehát ez a június-július a marketingben is egy ilyen halott időszaka, lehet azt mondani. Tehát nincs ez a fix, amire így számíthatsz, és ilyenkor azért egy picit még jobban stresszelsz. Kint meg tényleg az van, hogy a saját tartalmaidat gyártod, el vagy, nyugi van, Megy az AdSense, aztán majd, ha éppen jön valami, akkor... Az egy plusz, az
az egy plusz ott a szponzor. Igen, nyilván azt is hozzá kell tenni, hogy mondjuk, hogyha Amerikában élsz, azért ott nagyobbak a költségek is, szóval nyilván azért ahhoz van mérve ez az egész. Viszont ugyanakkor hát most... Németországban nem. Szóval a német AdSense az, az azt hiszem majdnem ugyanolyan, azt hiszem a második legmagasabb az angol nyelvű AdSense után. Ott azért nincs akkora különbség szerintem. Kaptam Németországban, nem tudom milyennek az árak ott jelenleg, mint például Amerikában. De hogy így egyszerűen azt érzem, hogy már attól lenyugszom, hogy itt vagyok, és a hegyek között vezetek, és nyugi van, és várom azt, hogy amúgy előkapjam a kamerámat. Most megijedtem. Persze, előkapjam, hogy elővegyem a kamerámat, és hogy elindítson, és egy felvétel, és hogy izé. Tehát, hogy ezt esküvárom, otthon megcsomozza azon, hogy fekszek a garambén, és ó, basszus. Mi szól az otthon mellett? Mondjunk azt is, ne csak húzzuk le az egészet. Én nem tudom, mert én mindig, amikor nem otthon vagyok, akkor nem is akarok otthon lenni, viszont amikor otthon vagyok, akkor nem akarok kimozdulni. Tehát, hogy ez tök fura, mert így... Szóval otthon semleges, viszont hogyha eljössz otthonra, akkor nem akarsz visszamenni. Így van. Tehát, hogy az egészséges. Meg nem az, hogy semleges, hanem, hogy ha otthon vagyok, akkor nincs kedvem elindulni sehova. Uh-huh. Tehát akkor nem mondjuk elhívnak egy... Legyen az, hogy egy programról jövök haza, és este elhívnak a haverok sörözni. Igen. Hogyha a programról megyek haza, gyorsan hazaugrok, majd simán elmegyek egyből sörözni. De amint, hogyha program után mit tudom, leülök 1-2 órát, 3 órát, akkor már nagyon nehezen tudok elindulni, mert valahogy így a kényelem otthon akar tartani engem. És jó, ez viszont nem rossz. Hát igen, csak hogy feltétlen rossz. Csomószor emiatt még jobban introvertált vagyok, mert hogy így, így egyszerűen otthon maradok a kényelembe, pedig tudom, hogy az élet az, jó, most nem azt akarom mondani, hogy a komfortzónán túl, de hogy akkor legyen az, hogy a külvilágban kezdődik az élet, nem a szobámban, meg nem a nappalimban. Úgyhogy... Jövővel van egy VR szemüvege. Hát, ja, csak az meg nem egy szép világ, vagy hát... Én arra jövök rá egyébként mindig, és nagyon sokat agyalok ezen, hogy például én tudnék-e külföldön élni. Például egy Ausztriát el tudok képzelni. Aha. Nyilván jelenleg nem. Jelenleg tök sok minden ugye Pesthez köt, tök sok mindent ott kell csinálnom, tök sok mindent részvilagózás van jelenleg. Itt megállt egy kamion a egyik sávban, de nézd meg, ezek az osztrákok. Szépen... Ezek ők. De várj, figyelj meg, otthon egy ilyenér, egy olyan dugó lenne, hogy itt leáll a kamion. Yeah. Itt kulturáltak... Bocsánat, mindegy, ezért be fognak szólni, mindegy. Jobb a vezetői kultúra, vezetési kultúra, inkább ezt mondom. És egyszerűen cipzárba bement. Ugyanezt vettem észre Kanadában is, hogy tekintette vannak a másikra, és hogy azt veszem észre Kanadában, és azt vettem észre, hogy nem az van, hogy nekem most szarnapom van, ezért most én köcsög vagyok, és nem engedem be azt az autót ott, hanem szépen cipzárva egyik a másik után így összement, és egy picit lelassultunk, de hogy így... Én sajnos nagyon sokszor azt érzem, most nem csak vezetésnél, nagyon sok mindenben, hogyha valaki másnak jó, akkor az irritálja az embereket. Magyarországon? Aha. Ja, hát valószínűleg. És hogyha mit tudom én, most itt van melletted ez a VW-s, hogyha ő gyorsan majd jut előre, akkor te is átsorolsz, mert nehogy már ő elérjen, mint a másik. Nem mindegy, nem menjünk ebbe vele. Én visszatérve, nagyon sokszor agyaltam azon, hogy milyen lehetne nem Magyarországon lakni, és például jelenleg nem, de például azt el tudom képzelni, hogy Ausztriában lakjak, nem ennyire bent, mint ahol most vagyok, de úgy ott a határ mentén, aha, közel van Sopron, vagy úgy nem tudom, hogy egy határtól egy óráig. Átugrasz fogorvoshoz, meg körmöshoz. Azt el tudom képzelni nagyon, mert tudjátok, Ausztriában tanultam, blablabla, úgyhogy van egy ilyen viszonyítási alapom azért, hogy milyen egy osztrák élet, és nekem nagyon tetszett. Viszont mindig arra jutok, hogyha kicsit messzebb gondolkodok, hogy én nem tudnék mondjuk Amerikában élni. Szóval én nekem nagyon megvan az, hogy biztos, hogy elveszíteni a varázslatát. Mert oké, hogy most kimegyünk 2 hétre, 3 hétre, fú de jó, fú de kedvesek. Igen. Az emberek. Biztos, hogy 30 év múlva is kedvesek lennének az emberek. De egyszerűen, hogyha nagyon szomorú lennék, hogyha hozzászoknék ahhoz, hogy ez hülye hangzik, de hozzászoknék utána ahhoz, hogy kevesek, még rosszabb lenne visszajönni. Így van. És hogyha utána visszamennék haza Amerikába, akkor az meg lenne a normális. Nem tudom most éppen hol járunk, de gyönyörű helyen. Ez nekem ilyen nagyon ilyen monzének tűnik, de azon már túlmentünk szerintem. Igen? Nem tudom.
Ez Weldenost. Weldenost. Wörthersee-nél vagyunk. Na, mondjad, miről beszéltünk? Hogy mindig arra jövök rá, hogy nem összességében szeretek otthon lakni nyilván. Igen. És biztonságban is érzem magamat, és talán azért akarok otthon maradni, vagy maximum egy osztrák határtól egy órára elmenni, hogy mindig is új legyen az, hogy elutazok valahova máshova. Igen. De ez nem csak Amerika, ez legyen Spanyolország, Olaszország. Az a baj, én minél többet utazok. Tehát például voltunk Bulgáriába. Jó, vannak olyan helyek, ahol nem akarok élni. Jó, nem, csak hogy most egy picit arra szeretnék visszatérni, hogy rosszabb lenne visszajönni egy, Amerika után. Én egy picit azt érzem, hogy még mindig, amikor azt mondják az emberek, fú, Magyarország micsoda Balkán, hát menjetek el egy picit Bulgáriába, vagy nézzétek meg egy kis picit. Albánia, ahol a kecskét az utcán vágják. De, és amúgy gyönyörű helyek, tehát hogy tényleg vannak csodálatos, szép tengerpartjék, meg minden, de például a Bulgáriáról nem tudom azt mondani, hogy a tengeren túl, a resortokon túl nem tudom azt mondani, hogy szép. Nem, egyszerűen nem tetszett. A golfpálya még szép volt, tehát hogy így a tenger mellett így nagyjából így okés, de és jó volt hazajönni. Viszont ha nyugatra utazok, akkor hazajöttem Kanadából, meghallottam az első magyar szavakat, és amikor benne volt egy mondatban a geci és a bazd meg, és így fú, hazaérkeztem, akkor rossz megérkezni. Ja, amikor repülőn felállnak, hogy na bazd meg, menjünk a bőröndökre. Ja. És például abban tök igazad van, hogy én Kanadában, vagy Amerikában legyen a bármelyik, én se tudnék húzamosabb ideig lakni. Tehát nem tudnám ott elképzelni az életemet, egy-két évre szívesen kimennék, de annyi. Én még amit el tudok képzelni, bocs, az, hogy hát nyilván ez anyagi kérdés, meg majd reméljük, hogy egyszer lesz ilyen, hogy olyan, és nem kis nyaralóra gondolok, akár lehet egy lakás is, de ami mondjuk van egy lakásod Tájföldön, úgyis olcsó, van egy lakásod Olaszországban, de nyilván ez annyira anyagi, hogy itt megint képbe jön az, hogy a pénz sajnos megint azért milyen függetlenséget tud okozni, igen. És hogy mennyivel, ez egy-két dolgot megkönnyít. Még hogyha nem is boldogít, de hozzáférhetőbb a világ. Azért, igen, azért megkönnyíti, meg szebbé teszi a napodat. Ja, egy bizonyos mértékig, mert egy bizonyos mérték persze. Után már boldogságot nem mindenre tud okozni. Mindenre nem jó. Igen. Valamit akartam még. Ja, hogy így amúgy így, én egyre jobban arra jövök rá, hogy ugye nekünk csodálatos Amerika, meg Kanada, meg nem tudom micsoda, nekik meg csodálatos Európa, mindig arra vágyik az ember, ami ugye nincsen. Viszont én azt kell, hogy mondjam, hogy például imádom Európát azért, mert pont beszéltük egyébként a mai nap, hogy az élelmiszer kultúra annyival jobb, tehát hogy így beszéltünk arról, most az egyik kedvenc videósom csinált arról, hogy Amerika hogyan rontotta el a kenyeret, és hogy ő Párizsban volt, és hogy mennyire finomak a párizsi kenyerek, bagettek, meg és hogy Amerika mindent is elront, és mindenből is a maximumot akarja kihozni per profit, tehát a max profitot akarja termelni, és ezért van az, hogy 20 ilyen veszélyes anyagot beletolnak a kenyérbe, hogy 3 hétig friss maradjon, és nem kapsz rendes kenyeret. És emiatt egyébként pont, hogy visszavágytam Kanadából Európába, mitől visszavágytam Magyarországra is néha, mert egyszerűen olyan jó felvágottakat lehet itt kapni, meg olyan jó ízéket, hogy így egy picit ez hiányozna amúgy tényleg így, nem tudom. És nem tudom, hogy jutottunk ide, de gondoltam, akkor már elmondom. Nem érzed azt néha, most ez pont jó átvezetés, hogy kicsit ezek az anyagi dolgok túl stresszelnek? Most gondolj bele abba, hogy jövünk 6 órája, 1 órát csak a inflációs podcastet hallgattuk. Jó, hát igen. Előtte arról beszélünk, hogy akkor tankoljunk Magyarországon, olcsóbb bizony, hogy... Hát most ez van, most nem, ez egy ilyen világ. Most ez az egész dolog. De teljesen túl ingerel, és erre megint csak azt mondom, hogy a visszafogott médiafogyasztás tökre tud segíteni. Tehát, hogy nem kell folyton híreket olvasni meg minden, mert egyszerűen túl szaturálod az agyadat, túl telíted az agyadat, és meghűlsz. Tehát, hogyha túl sok médiát fogyasztasz, legyen az social media, vagy sima sajtó, egyszerűen meghűl az ember, mert annyira tudni akarja, persze, hogy mi most hol tart, igen, a valuta árfolyam, meg nem tudom micsoda. Az a baj, hogy ugye az oké, az jó tudni, hogy mennyi a valuta, meg hogy alakul. De nem kell 5 percenként tudnod. Csak hogyha végignézed mondjuk az összes egy hírportálnak a cikkeit, akkor annyira lebontja az egészet, hogy elkezdesz agyalni azon,
hogy na, akkor most kevesebb áramot fogyasztok, na, akkor most inkább elektromos autót veszek, na, akkor most inkább majd erre figyelek, mert a benzin majd drágább lesz, hogy nem rossz, persze, mert tájékozott vagy, csak egyszerűen már annyi információ van benned ezáltal, hogy lehet, hogy a nap végén sokat spórolsz, csak kérdés, hogy az az összeg, amit te megspórolsz, igen, az megéri az egészségedet. Igen, igen. Vagy hát az idegrendszeredet. Pontosan. Teljesen egyetértek. Nagyon mostanában megint, én egyébként azt ilyen habitussá tettem, vagy egy ilyen tettem, hogy se alvás előtt, se alvás után ne olvassak ilyen sajtót, pont ezért, mert egyszerűen azt érzem, hogy egyből összekuszálja így az agyamat. És mostanában elkezdtem megint, hogy tényleg ez, amit mondod, hogy túlgondolok mindent is, és ez azért van, mert megnőtt a média fogyasztása, és egyszerűen folyamatosan tudni akarom, hogy úristen, most érdemes eurót váltani, vagy nem. És egy picit jó itt lenni, és nézni a csodálatos, szép hegyek, és kikapcsolódni, tényleg így. Én arra jöttem rá, hogy ami nagyon sokat tud még segíteni, hogy figyelj, le kell mennem. Jó. Ami nagyon sokat tud segíteni, hogy mondjuk még miért elutazol valahova, csinálsz egy költségvetést, felszorzod azt nagy, kibővíted rendesen, szóval, hogy mit tudom én, kijön 1000 euróra, akkor nem 1000-et írsz, hanem 1500-at. Yeah. És ott eldöntöd, hogy oké, nekem ez most belefér, elmegyek, viszont utána elengeded ezt az egészet, igen, és amikor ott szabad vagy, akkor nem kezded el figyelni azt, hogy most a kifli XY forint, vagy XYZ forint. Yeah, yeah, yeah. Igen, ezzel teljesen egyetértek. Tudnod kell, hogy mennyi az, ami kell, hogy nem fáj. Úgyse fogsz annál többet költeni. Persze. És akkor talán nem kell figyelned, talán nyugodtabb az egész út. Meg ilyenkor van az, hogy azért az emberek azt szokták, vagy a TikTokon mindig ez megy, hogy a pénzt vissza lehet csinálni, de hogy az időt nem, vagy valami, tudod, hogy így meg az utazásokat nem, meg a nem tudom, micsoda. Az emlékeket. Ja. Úgyhogy. Hát igen, általában egyébként ilyen téren az utazás szerintem egy nagyon jó befektetés, az életre szólva. Én mindig azt úgy érzem, hogy így eleinte, amikor kiszámolunk egy utazást, akkor mindig így, úristen, ennyit fogok én költeni, és aztán amikor itt ott vagyok, helyszínen vagyok, akkor azt mondom, hogy ez minden pénzt megér. Tehát annyira kitisztítja sokszor az ember agyát, teljesen más kultúrákat ismer meg, de ezt sokszor kibeszéltük, ezt a témát. Meg tanulsz is szerintem tök sok mindent. Tobi már nagyon nem bírja, most már imáron szerintem 5 órája utazunk, megálltunk most már 4-szer, és abból 3-szor ki is szállt a Tobi is, pisilni, kakilni minden. Ábel is. Tessék? Ábel is. Én Ábel is pisilt, kakilt. De hogy, most már kezdi azért nem bírni. Ez a leghosszabb út, amit eddig utaztam vele. Úgyhogy... Te tudnál itt élni? Ausztriában? Hát Ausztriában. Én azt mondom, hogy akkor én most inkább... Most a nyelvtől eltekintünk. Amúgy igen, ha a nyelvtől eltekintünk, igen, de akkor inkább Olaszországba mennék. Aha. Valószínűleg egy picivel a lejjebb itt, most már nem vagyunk annyira messze Olaszországtól. Ugyanúgy az Alpokba. Én egyre jobban el tudom képzelni magam ilyen kicsit ilyen elszórt helyeken. Lassan. Ez kicsit nemzesebb volt. Ez most lehet egy 100 eurós másodperc volt. De nem, bemondta? Nem mondta be, csak láttam, hogy ott a trafik. Nem tudom, mostanában nem mondja be. Na mindegy. Majd kiderül. 15-tel többen mentünk, azért még nem biztos, hogy büntetnek. Ja, 100-asnál tudni. 100, 115, szerintem az még így akár bele is fér. Ja, tudni. Tudod, mi fér bele? A csekk a borítékban. Az biztos. Az biztos. Ja. Mit mondtál, hogy neked Olaszország? Inkább így, hogyha már ez a régió, tehát így a hegyek, meg de egyre jobban el tudom képzelni magamat így nyugiban. Én egyébként követek egy svájci, még nagyon régóta követem, szerintem tényleg ilyen 7-8 éves svájci testépítőt, és kettőt követek, mindkettő nagyon jó haverok, ők közösen csinálták ezt az egészet, és tök érdekes náluk látni azt, hogy az egyik, az teljesen kiköltözött, épített egy gyönyörű szép ilyen villát, nem kanalat villát, Tájföldön. Sírok. És tök érdekes látni, a másik pedig Svájcban, fent a hegyekben épített egy ilyen kis, hát nem kicsi faházat, vagy egy szép, nagy, modern házat. És tök érdekes látni a kettőt, ahogy így paralel követem, hogy mit hoz elő a másik. Az a fajta életmód? Aha. És mik ezek? Én azt érzem egyébként, hogy
aki itthon maradt Svájcban, igen, de mondjuk megnövelte az életmódjának a nívóját, igen, én őt egy fokkal kiegyensúlyozottabbnak tartom, aha, mint a másikat, aki kint lakik Thaiföldön. Valamiért nála mindig azt érzem, hogy több a stressz. Lehet, aha, hogy ez most azért, hogy még az elején van, és hogy hatalmas nagy változás az életében. Igen. De valamiért, aki itthon maradt, őt valahogy ilyen kiegyensúlyozottabbnak tartom. Hát figyelj, a svájci hegyi levegőnél szerintem kevés dolog jobb. Tehát, hogy az valószínűleg nagyon kipucolt téged. És most nem akarom azt mondani, hogy a thaiföldi homokpart az rossz, de szerintem a hegyi levegőnél nincs jobb. Tehát, hogy a tengeri levegő se jobb a hegyi levegőnél. És hát erről amúgy egy csomó könyvet olvastam most már, hogy a magaslati emberek egyébként mennyivel egészségesebbek a szerveik, akik magasabban, magas tengerszint feletti magasságban élnek, mert hogy egyszerűen annyival jobb az oxigén szint, meg minden, vagy pont, hogy az oxigén szint az kisebb, de hogy így a tisztaság a levegőnek, meg annyira jobban megtanul a tüdőt kevesebb oxigénből is jól valahogy így adaptálódik. Okosabb a szervezet, mint. Ja. Úgyhogy szerintem ez simán benne lehet, hogy emiatt kiegyensúlyozottabb a svájci. Hát meg azért az is lehet, hogy azért nem egy stresszmentes dolog felépíteni Thaiföldön egy villát. Jó, hát igen. Főleg úgy, hogy az tényleg nagyon más nem kultúra. Kanalat. Tehát most érted, beleszületsz egy svájci kultúrába, és tudod már nagyjából, te is tudnád, hogy Magyarországon hogyan kell építkezni. Na most elmész egy Thaiföldre, teljesen idegen a kultúra. Yeah. Még hogyha jártál is ott, akkor se vagy annyira benne, hogy tudjad, hogy na, akkor milyen engedélyek kellenek meg, és lehet, hogy ezt megoldja neked valaki. De akkor is szerintem még tök stresszes. Yeah. Sok papírmunka, se tudod, hova menjél, mit yeah. hogy csinálj. Yeah. Yeah, yeah. Ez az alagút, ez nagyon hosszú. Ne haragudjatok, lehet nem is hallottok minket. Vágjunk egyet itt. Hát ez van. Vágjunk egyet. Lehogy is, leszarjuk. Vágjunk egyet. De mindjárt kim vagyunk. Jó, azért mondom, vágjunk egyet. Jó, biztos vágjunk. Mi az szerinted, ugye mi most nagyon agyaltunk rajta, hogy már most nem is az utazás része, de hogy mondjuk ugye mindig ugye valóban máshova vágyunk. Aha. Mi az, ami szerinted így az embert, vagy akár minket is majd egyszer úgy megfog, és azt mondja, hogy hé, figyú, maradj itt. Család? Hát a család az biztos. Ha már van egy tényleg egy házad, akkor az a baj, most megint abban gondolj bele, hogy mire egy magyar felépít önerőből egy házat, hát valószínűleg azt mondja, hogy én életem végig akkor itt fogok lakni. Uh-huh. Nincs az a fajta mobilitás ezáltal, tehát valószínűleg akkor már azt mondod, hogy jó, hát már felépítettem 150 millióból egy házat, most már mondok valamilyen orbitális összeget, de hogy tényleg felépített, akkor valószínűleg azt mondod, hogy már csak azért is itt maradok, mert ebben ennyi pénzem van, és lehet, hogy eladhatnád, meg nem tudom ki mehetnél. Hogy dacból? Aha, hogy így már kényelemből ott maradsz. A család az tényleg tök, hogy ha a gyerekek elkezdenek suliba, óviba járni, onnan már azért nagyon nehéz. Nem mondom azt, hogy nem lehet megcsinálni, engem is hányszor vettek ki egyik suliból és tettek át a másikba, de azért ez valamennyire bennem is nyomot hagyott, tehát ezzel érdemes számolni. Nem tudom, hogy szerintem az ember amúgy mindig amúgy máshol vágyik, mint ahol éppen van. Na de ez az, hogy pont ezt hogy akarom mi? Megállítani, hogy mi az, ami ezt megállítja. Hát ez az, hogy nem tudom. Mert figyelj, most van egy kutyám, van barátnőm, akkor még ugyanúgy vár. Hogyha ilyen tehetetlen lenne az ember. Hát szerintem ez az. De nem, mert van benne mindig egy ilyen felfedező ösztön, hogy ő már pedig csak azért is mást is akar látni. De hogy te akkor például nem gondolkodsz olyan, hogy majd mondjuk olyan nem lesz. 10 év múlva, hogy előre láthatólag így majd így meg akarod állítani ezt a folyamatot, hogy oké, akkor most azért kapjak észbe, mert ne legyek tehetetlen, ne akarjak mindig ide-oda menni, kicsit le kell ülnöm a seggembe. Biztos, hogy nyugszik ez, tehát így a fiatal kor, tehát hogy biztos, hogy ez lenyugszom egy picit, de az biztos, hogy nem fogom tudni feladni az utazást. Tehát az biztos, hogy én szeretnék a gyerekeimmel is majd utazni, de ja, hogy mire, hogy hát összessége vesz, hogy most az Olaszországban laknál legszívesebben. Hát nem tudom, amúgy nem tudom. Nekem vannak unokatestvéreim, akik mondták, hogy amúgy, ha nem lenne itt házuk, ott, ahol van, akkor ők már rég Ausztriában laknának, mert egyszerűen nem szeretnek ott élni. Ahol el vannak, jó anyagi helyzetben vannak, de ettől függetlenül
ők sincsenek ezzel megelégedve, ha nem lenne a ház, akkor valószínűleg már nem ott lennének. És annyira meg már ez megint csak egy plusz lépés, ugye, hogy eladd a házadat, az már egy nagyobb elköteleződés, mint hogyha nem lenne házad, és amúgy is keresni kell egyet, és ja, emiatt pont így. Érdekes amúgy. Az érdekes, amit mondta, hogy ugye valaki dacból maradott, ahol hát az a kényelmes. Az igen, a kényelmes. Csak ugye az nem biztos, hogy jó. Ja. Ez mi? Ez mi? Bezárul ez a sáv, vagy ez... Ja, nem, csak hogy a kamionok nem mehetnek. Értem. Jó, közök, hogy ezek keresztbe szépen. Tételezzük fel, kis játék. Na. Mennyi ideig megy ez? Nem tudom. Órája? 45 perce. Aha. Tegyük fel. Á, barátnő Gréta, vagy az én majd jövőbeli barátnőm. Nem magyar. Igen. Megismerkedtek mondjuk külföldön. Igen. Valahol. Nem tudom, mit akartam kérdezni. Nehéz. Hogy oldod ezt meg? Nehéz. Hogy? Én Rómában mindig gondolkoztam azon, hogy ott még nem randizgattam, még fiatal voltam, vagy valahogy ott még introvertáltabb voltam, nem randizgattam, meg ilyesmi. Viszont mindig gondolkoztam azon, hogy úristen, nekem most el kéne mennem egy lánnyal randizni, és olaszul adni magamat, tudod, előadni magamat, és szellelni magamat. Nem, tehát, az más. Hát nem, nehezebb. Tehát, hogy most én anyanyelven nagyon... Anyanyelvem, oké, most romantikus leszek, vagy hogy így izé. Hányom. De hogy az anyanyelvemen könnyen ki tudom fejezni a lelkemet. Viszont... Tényleg hányok. Viszont jó, ne, értem. Ha nem az anyanyelvemen kell a lelkemet megszólaltatni, akkor az sokkal nehezebb, hogyha olaszul kéne... Ezzel még nem is gondolom. Hogyha olaszul kéne beszélnem az érzéseimről, akkor sokkal nehezebb, vagy lehet, hogy nem is tudnám úgy átadni az érzéseimet, hogy... Nem tudom, én ezen nagyon sokat gondolkodtam. Ez érdekes. És magyarul meg nagyon könnyen kiadom magamból, hogy mi zavar. Az érzéseimet nagyon könnyen ismertettem a többiekkel, meg így el tudom mondani, hogy izé ez van. Olaszul nem biztos, hogy annyira el tudnám így magyarázni, hogy mi a bajom. És pont ezen éltem, hogy van egy konfliktus a külföldi barátnőmmel, nem biztos, hogy olyan jó kezelem, mint hogyha egy konfliktus lenne a magyar barátnőmmel. Vagy az anyanyelv, most tök mindegy. De miért? Mert hogy nem érti, hogy neked mi a bajod? Nem tudom úgy kifejezni magam, annyira jól kifejezni, és lelkemet nem tudok, még hogyha... De miért a szóválogatás miatt, vagy pedig... Az is, vagy egyszerűen, de nem az, még hogyha full C2-es szinten beszélem. Most nem arra gondolok, hogy nem igen. Tudsz olaszul, nem, teljesen, hanem hogy mert az olasz igen. Szavak mások, mint a magyarok? Nem az, hanem hogy egyszerűen azt éreztem, hogy nekem most ott egy randiba meg kéne felelnem, sokkal nehezebben tudnám... Tényleg eladni magamat, most csúnya szóval eladni magamat, ugye randin, mint hogyha magyarul, nem tudom. Hát de ugyanarról beszélsz, ami te vagy. Igen, de valahogy nem olyan könnyen jön így, nem tudom. Ez, tényleg nem tudom megmagyarázni, én ezt érzem. Miért te németül ugyanúgy el tudnál randizgatni, bárhogyan, tök nyugiba. Ez azért érdekes, mert soha nem volt osztrák vagy német barátnőm. És nem tudom ezt megmondani, de hogyha most belegondolok abba, hogy valami bajom van, akkor azt el tudnám mondani németül. És nem lenne fura, mondjuk tételezzük fel, hogy egy buliban megismersz egy csajt, egy éjszakás kaland, de német a csaj, simán ugyanúgy felszednéd ugyanolyan könnyen, mint hogyha magyar lenne? Vagy hogyha magyarul szednéd fel? Nem érzed azt, hogy ott van valami, ami picit így visszatart, vagy hogy egy most picit ne... Most mondjuk, mert ott nem jó. Nagyon kell beszélni. Jó, csak most mondom, hogy... Galop videózi. Csak most nem akartam értem, arra, hogy egy értem. Barátnő, hanem hogy egy ilyen egyszerű valami, hogy nem érzed azt, hogy egy mégiscsak picit nehezebb azáltal, hogy németül kell? Nem, én nekem például tök nagy vágyom az, hogy azért nekem ez így tök előttem van, hogy mit tudom én, egy idegen országban vagyok, sétálok a járdán, elsétál mellettem egy csinos, kedves lány, valószínűleg kedves fordulsz, lány. Megfordulsz és lefügyülöd. Nem, de viszont épp ez az, hogy elmegyünk egymás mellett, és én nekem ez egy tök nagy ilyen vágyam, hogy én is megfordulok, és ő is megfordul. És elindul az ember, és szalsza táncba kezdtek. Viszont azon nagyon sokat agyaltam, hogy lenne elég tököm hozzá, hogy akkor hogy utána mit csinálsz? Hát igen. Szóval az első és egyetlen reményed abban, hogy őt valamilyen formában a jövőben megtartod, az, hogy odamész hozzá. De ez magyarul is. Persze, ez magyarra is igaz, csak hogy én ezt ugyanúgy... Na és ebben az esetben például nem érzed magad, nem gondolod át kétszer, hogyha németül kell megszólalnod, mint hogyha magyarul? Nem a szavakat, az, hogy egyáltalán odamész a csajhoz. Tehát, hogy... Erre akarok kiukadni, hogy
egy picit mivel idegenebb, hogy idegen, zavarba vagyok? Hogy jobban zavarba vagy, kevésbé tudod. Aha, tudod érdekes. Úgy. Jó, értem, most értem, hogy mit akarsz tehát, mondani. Hogy azáltal, hogy neked németül kell levenni őt a lábáról. Igen, az egódból egy kicsit azért lefarag. Igen, mert mégis az anyanyelveden kell megszólalnod. És lehet, hogy tökéletes vagy németből, de akkor is szerintem pont átgondolod még egyszer, hogy oda mész-e hozzá. Szerintem. Én legalábbis biztos. Hogyha ez megtörténik, amit most elmondtam, ez most szerintem kivételes eset, mert ez nekem hatalmas nagy vágyam. És szerintem biztos, hogyha tényleg ilyen van, és valaki elsétál mellettem, és én látom azt, hogy oké, én akarok veled a jövőben még valamit társalogni. akkor biztos, hogy oda megyek hozzá, és valamit elkezdek hablatyolni. Egy másik szituációban, mondjuk csak mit tudom én, egy étterembe, vagy valahogy oda keveredik valaki, értem, amit mondasz, ettől függetlenül nem tudom elképzelni, hogy ez akkora zavar lenne nekem, hogy az már hátráltasson. Ja. Most nem. Nálam igen, nálam szerintem egy plusz zavar, még akkor is, hogyha tényleg így tudok olaszul, meg akkor is egy plusz lépés nekem. Szóval én sokszor azt vettem észre, hogyha osztrákul, németül beszélek, hogy a magyar kifejezési stílusommal próbálom németül elmondani ugyanazt. Az már igen, az viszont de ez régen nem így volt. Ez régen nem így volt, szerintem. Amikor folyton ide jártál, hát nem tudom, hát azért tök fiatal voltam. Mert az azt jelenti, hogy akkor félig te magyarul gondolkozol, nem? Amikor fele-fele. Németül beszélsz. Én nagyon sokszor, hogyha például van olyan magyar, akiről most nagyon régi barátnémet hozom fel, nem tudom, miért jutott eszembe, akkor nagyon sokszor van, hogy berakok német szavakat. Aha. Nálatok nem, mert nyilván miért raknám be, de nagyon sokszor de német gondolkodásba beszélek néha magyarul. Értem, de amikor magyarul, németül beszélsz, akkor magyarul gondolkozol? Akkor a magyar gondolkodásba beszélek, igen. Na, az igen, durva. Hogy ez ilyen kicsit, mert én amikor olaszul beszéltem, és Olaszországban éltem sokat, akkor olaszul gondolkodtam, olaszul álmodtam, csomó íze így, néha magyarul is, igen, néha na, magyarul is álmodtam. Németül soha nem gondolkodtam. Aha. Szóval úgy nem gondolkodtam, hogy én igen. Mit tudnék most csinálni, és ezt németül megy le a fejembe. Nekem ez így sokszor olaszul volt. Most, hogy már itthon vagyok 5 éve, most már én is, az a baj, hogy így felejti el az ember egy picit a nyelvet, hogyha nem használja, hogy most már én is van, hogy az olasznál gyorsan befuttatom a magyarul a szót, magamba bemantrázom, és utána mi van? Semmi, csak néztem, hogy veszem én. És utána mondom ki azt olaszul, hogy most már nem az van, hogy olaszul gondolkodom, hanem ilyen néha magyarul is átgondolom, hogy mit mondok éppen. Uh-huh. És ez egy picit zavar, mert ez azt jelenti, hogy akkor kicsit felejtem el a nyelvet. Nem baj. Én amúgy észrevettem, a nyelvfelejtés az valid. Ja. Azt én észrevettem, hogy hát mikor voltunk utoljára egyetemen? 4-5 éve? Szerintem 4 éve, hogy kopik. Nem azt mondom, hogy semmit nem értem. Szépen lassan, egyszer csak... Megnézek egy német filmet, akkor értesz ugyanott minden. Van minden. Persze. Ugyanott van minden. Viszont nekem a tesómnak a férje, ő osztrák. Két tesómnak a férje is osztrák. Aha. És amikor például velük beszélek, néha keres, nem, szóval ugyanúgy folyik, hogyan beszél, minden blablabla, de néha előfordulja, hogy kicsit akadok, keresem a szavakat, nem feltétlen találom el rendesen mindig a derdidas, dén, desz, nem tudom mit. Van egy kettő ilyen akadás, úgyhogy a nyelv az tud kopni. Yeah. De hát azért... Most is te intéztél mindent amúgy németül, most például ezek a szállások... Ja, hát ilyenkor meg automatikusan megírok egy e-mailt. Igen, meg ilyenkor az vagy egy ilyen szállásnál, ez egy olyan kicsi szállás... Mutasd már meg akkor, ha leesett az ilyen, hogy hol vagyunk. Csak fordítsd meg a kamerát. Hú, de meleg. Hogy ilyenkor egyébként engem az is zavar, hogy például ez ilyen szép helyeknek nincs angolul oldala, tehát én egyedül nem tudtam volna lefoglalni ezt a szállást valószínűleg. Hát de csak értenek angolul. Mutasd meg Tobit is. Ott a Tobi. Tobiásan, mindjárt ott vagyunk. 1 óra 38 perc még. Fú, de szörnyű. Nem tudom, hogy mit mutatja. Ott a feje. Bocs. Seggét vetted? Aha. Nem láttam, hogy hol van. Ezzétek, transporti virps. Ez volt a reklámhelye. Meg lehet venni. Ők szponzorálták a mai adást. Következő adást a Horváth Rudolf logisztikai ízét.
Figyelj, van még amiről beszélni szeretnél, vagy úgy? Nem tudom, én elfáradtam, most szerintem fókuszba fogunk ülni egymás mellett. Igen, az a baj, most ezt abba hagyjuk, és akkor így... Másfél óráig ilyen fókusz. Hát ja, majd én alszok egyet, az szóljál, hogy mikor vagyunk ott. Jó, rakd be azért a lane assistet, hogy ja. legyen baj. Ja, úgyhogy... Ez ennyi. Jó volt. Még arra gondoltunk egyébként, hogyha odaérünk, akkor és holnap vagy valamikor lesz időnk, elviszik a mikroportokat. Aztán lehet lerakunk ott is egy kamerát, valamiről beszélünk, ott majd lesz rendes témánk is, ott most ilyen barnis téma volt. Igen. De majd a szerkesztőnk ír valami. Valami fú, deep valamit. Aztán sírni fogunk. Ja. Megbeszéljük, hogy mitől sírunk. Ja. Hagyd már. Mitől sír egy férfi? Mikor sírtál utoljára? Ú, ez jó kérdés. Mikor sírtam utoljára? Most azokat nem vegyük figyelembe, van, hogy bekönnyezek egy... Szakítás ne vegye alap. Jó, de nem, van, hogy bekönnyezek egy ilyen TikTokon. Azt se szám. Elfogadom. Hát akkor nem tudom, szerintem egy ilyen hónapja. Volt egy ilyen, hogy a kutya várja a mennyországba a gazdit, és akkor kicsit elérzékenyültem egy ilyenen. Úgyhogy, de azt bekönnyeztem, nem az a tipik sírás. Szerintem tipik sírni így nagyon régen. Nem tudom. Nekem most volt egy ilyen... Sír? Rendes sírás? De nem szakítástól meg semmi, hanem így... Elbeszéljük a kövi adást. Jó. Ezért, legyen miért visszajönni. Legyen miért visszajönni. Jó van. Köszi szépen, srácok, a figyelmet. Nem tudjuk hányadik adás, nem tudjuk mikor megy ki. Nem tudjuk milyen lett a hangminőség, ne lehet szar az egész. Lehet nem is megy ki. De reméljük tetszett, dobjatok egy lájkot, ha nem, akkor is iratkozzatok fel, és találkozom. Dobjatok egy lájkot, mert akkor tudjuk, hogy kiment a videó. Sziasztok, csöcsök.